a hétfőn mindig jó. Elvileg nem kéne hétfőn bejárnom. De mit csinálok? Bejárok, mert imádom a munkám, és imádom azt a közeget, és imádom az egész dolgot. Még akkor is, hogyha Windowson kell dolgoznom. Még akkor is, hogyha Windows 7-en kell dolgoznom. E heti témánk az elfogadás. Elfogadás azért, mert kevés van belőle Magyarországon, és mert nagyon ráférne ezekre az emberekre. Mivel ez a vlog elsősorban rólam szól, így kezdjük az elfogadást a testemmel. Jó, hát mostában mondjuk gyúrok. Szóval azért testem az öndivatból, vagy drogok rendszeres használatától, mint ahogy azt tapasztalt kollégánk is próbálja sejtetni, ilyen. Minden esetre ez a test, ez ilyen. Ez ilyen fog maradni. Ez lehet 5 kilóval több, 5 kilóval kevesebb, de sose fog mondjuk 70 kiló fölé menni, pedig nálam az optimális az 80-90 körül lenne. Én is voltam ám Csabi, nem Bartos Csabi István, Pusika, és én is 95 kilóról indultam. Majd aztán bebaszott a stressz, bebaszott a pszichoszomatia, és elkezdtem ezt így leadni. És mivel az extrém vékonyságnak minősül, nem extrém kövérségnek, így ezt egy picit nehezebb orvosolni, ezért logikai úton mi más is maradhatna, mint az elfogadás. Persze, mivel a kinézetem gyászos, ezért gyakorlatilag kb. Olyan stációkon megy át az ember, amikor rádöbben arra, hogy ez változtathatatlan, mint mondjuk egy gyász időszakban, hogy megpróbálsz először nem hiszed el, aztán megpróbálsz harcolni ellene, aztán megint nem hiszed el, aztán utána várod a csodát, aztán utána megpróbálsz mindenféle extrém dolgokat, hogy hát ha akkor majd úgy. És egy idő után, amikor mondjuk eltelik 10 év, akkor így rájössz, hogy no way, no fucking help here. És akkor azt mondod, hogy that's me, that's I am. Ha én nem szeretem magam, ha én nem fogadom el magam, Nem is az, hogy hogy viszonylak a világhoz, nem is a humoromat, nem is a kommunikációs készségemet, és nem is az egyéb szkíjeimet, hanem a legfontosabb dolgomat, a legfontosabb fizikai dolgomat, a testemet én nem szeretem és én nem fogadom el, akkor hogy várhatom el, hogy a kisugárzásom úgy hasson az emberekre, hogy ők is szeressenek és ők is elfogadjanak? Hát nyilván sehogy. Önbizalomhiány. És az emberek nem szeretik az önbizalomhiányos embereket, mert azokat maximum megtámadják. Ezért baromira fontos, hogyha magadat 100%-osan elfogadod. És ez egyébként persze kibaszottul nehéz, mert nem olyan akarsz lenni, én se ilyen akarok lenni, én olyan akarok lenni, mint a Dwayne Johnson, csak hajjal, meg egy kis szakázattal. De mondjuk, mint Dwayne Johnson a... Vagy mint Bruce Willis, csak hajjal. Mint Bruce Willis a... az utolsó cserkészben. Úgyhogy ez van, ez vagyok én, és ez még csak a test. Szóval képzelhetitek, hogy mennyire retignálta reagálok arra, amikor azt mondják, hogy kriptaszökevény, meg múmia, meg összeaszalódott tropi gyerek. Egyfelől, mert ezt csak idióta baszott szarháziak mondják, akik rosszindulatú emberek. Na most rosszindulatú emberekkel meg minek foglalkozzak? Nekem nincs dolgom velük, nekik van dolguk velem, vagy szeretnék, hogy legyen dolguk velem. Ugyanez a mantra és a helyzet a fogaimat illetően. Igen, tudom, hogy rondák, és igen, háromszor mentem neki, hogy megcsináltassam őket. Rendkívül sok fájdalommal, utánajárással, idővel és pénzzel jár, hogy nekem normális fogaim legyenek, olyanok, amik tetszenek a hülyéknek. És? Nem leszarom a hülyéket? Hát de, mert a normális ember az bizony elfogadó, és nem a fogaim alapján ítél meg. És akkor most jön az a rész, hogy miért nem raktam az aljára semmit. Most benne lesztek a heti blogban egy picit. Baszkér, tegnapi live valami kibaszott szánalmas volt. Ezen a héten valószínűleg eléggé meg fog edződni a tolerancia szinten. Hát az a helyzet, hogy tényleg vannak emberek, akiket nem tolerálok. Nagyon nem. Szóval én, akit nagyon sokan utálnak azért, mert állítólag nagy az arcom, de hát egyfelől mire legyen kicsi, kettő, ez nem nagy arc, ez önbizalom, de tök mindegy, akinek nincs, annak ez fura. Mindenesetre senki nem mondja azt, hogy a tolerancia egyenlő a szeretettel. Nem kell szeretni azokat az embereket, akiket elfogadsz. Bár én speciál baromira szeretek bizonyos embereket, például a melegeket, például az idegen kultúrából jövőket, igen, az arabokat is. Nagyon szeretem a külföldieket. És egyébként alapvetően a hülyéket is tolerálom. Mert miért ne? Mert biztos megvan az opera, hogy olyan. Meg biztos ezzel optimalizálja a saját kedélyállapotát. Egy dolgot nem viselek jól, hogyha frusztrált emberek belém állnak, és jönnek, és basztatnak. Biztosan női.
Bacont egy picit sikerült elégetni. Amúgy jól mondja a cikk, az ember a sok basztatás hatására elkezd ilyen önvédelmi skilleket kifejleszteni és különböző praktikákat, ami azt jelenti, hogy a tolerancia szintje nem csökken, csak be van húzva egy nagyon határozott határvonal, amit nem enged átlépni senkinek. Ilyen a magánélethez való joga, ilyen a nyugati élethez való joga, és érdekes módon egyébként ez nyugaton, főleg Amerikában, ez egy teljesen bevett szokás, és mindenki által abszolút elfogadott, hogy az ember védi a magánszféráját, és védi a saját jogait. Mert hiszen nem vagyunk lúzerek, nem arról szól az életünk, hogy mások kiszaszeroljon, aztán utána basztasson, ameddig ér. Egy ideig csinálhatja, oké, egy ideig még poén, oké, egy ideig még lehet egyébként partner is lenni benne. De egy idő után, egy szint után már nem. És fura, hogy azért egyébként Magyarországon le vagy buzizva, és meg kell indokolnod, hogy ezt miért csinálod. Mert még egyébként a normális nemtől emberek sem nagyon értik. Ezt nézve. Azért elég komoly, hogy erre a három szóra bírnak egy egész brandet építeni. Csente feladta. Yeah. Amúgy mi a helyzet a nyomozással, Csente? Nem is jelentett fel senkit. Kamu. Kamu feljelentés, laut. Tényleg idáig süllyedtél, te nyom. Tudod, mennyi projektet kell még kipörgetnem? Tudod, milyen kibaszott keveset alszom? És most mehetek megint a rendőrségre. Tudod, mennyire nem akarok veled foglalkozni? Tudod, mennyire leszarom az életedet? Teljesen kiesel abból az érdeklődési körből, aminek bármi köze van az életemhez, a jövőmhöz, a múltamhoz, az ambícióimhoz, a tehetségemhez, az arcomhoz, bármihez. De te mégis szeretnéd, hogy minden áron veled foglalkozzak, mert szerelmes vagy belém, Zoltán. Semmi baj, csak értsd meg, ebből nem lesz semmi. Meló. Ez nem engem minősít, engem az minősít, hogy hogyan reagálok erre, hogyha folyamatosan rettegek tőle, folyamatosan rettegek attól, hogy úristen, most mi jön, akkor nem jut se idő, se energia arra, hogy a saját életedet viszont építsd. És a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz ebben az életben, az az, hogy nem a saját életedet építed, hanem hogyha mások szarságaira reagálsz, hogyha azok határozzák meg a mindennapjaidat, a kedélyállapotodat, és gyakorlatilag így beszív ez a posvány, ami tökre jellemző, hogy így nehogy már neked jobb legyen, vagy elérj valamit, vagy bármi. Én a legjobban az ilyen nyomorultak ellen úgy tudok harcolni, hogy azt mondom, hogy megmutatom, és nem érdekel, és bazd meg, én attól függetlenül egy sikeres, fasz a király gyerek leszek, aki jól érzi magát a bőrében, és egyébként ez egy tök jó motiváció. És mindez hogy jön az elfogadáshoz? Hát gondolom úgy, hogy el kell fogadni, hogy a világ ilyen. Ennél nem lesz jobb. Börtönbe lehet őket zárni, föl lehet őket jelenteni, el lehet őket tiltani a tevékenységüktől, de alapvetően az így szocializálódott ember, akinek van valami isten és küldetés komplexusa, és az valami iszonyat narcisztikus személyiségzavarral vegyül, az egyszerűen nem fogja megállni, hogy ne basztasson másokat, ne akarja rosszat tenni másoknak. És hogyha ezt elfogadom, és úgy vagyok vele, hogy oké, akkor ez egy állapot, akkor visszatérhetünk arra, amit mondtam. Föl kell magad vértezni, tudnod kell, hogy milyen kiskapukat használnak ki, tudnod kell a motivációjukat, és egyszerűen elvágni az útjukat, és kész. Vagy élsz, és megteszed ezeket az önvédelmi dolgokat, vagy egyáltalán nem élsz, hanem rettegsz attól, hogy úristen, mi lesz, ha valakinek nem tetszik az, amit csinálok. Ki a faszt érdekel, ha valakinek nem tetszik az, amit csinálok? I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrix holes and charts. Szóval vannak dolgok, amiket nem szabad elfogadni. Jó, én is voltam. Jó, én is, amikor elkezdtem a buddhizmust, akkor ilyen iszonyatosan elfogadó és nihilista voltam. Gyakorlatilag úgy voltam vele, hogy az egész világ úgy jó, ahogy van. Semmit nem szabad változtatni, mindent úgy kell tisztelni,
hálásnak kell lenni, bármiért, nem szabad semmit arrébb tenni, mert az okkal van úgy. Na és egy idő után rájössz, hogy nem Tibetben élsz, és nem egy kolostorban, és vannak céljaid az életben, mert hogyha nincsenek céljaid az életben, akkor másoknak vannak, és mások viszont eltipornak az ő céljaik érdekében. Főleg, hogyha mindig minden elől úgy kihátrálsz, meg úgy kimozogsz. Úgyhogy semmi probléma azzal, hogyha bizonyos dolgokat és körülményeket nem fogadsz el. Abból jön egy egészséges elégedetlenség, abból jön egy egészséges motiváció, abból jön egy egészséges kitörési vágy, vagy kényszer, vagy valami. Én például úgy vagyok vele, hogy amit az emberek csinálnak, azt én elfogadom. Rosszabb napokon mondhatnám azt, hogy leszarom, hogy mit csinálnak az emberek. Ha kihatással van rám, akkor eldöntöm, hogy ez nekem jó, vagy rossz. És abban a pillanatban, ahogy azt feltételezem, vagy azt érzem, hogy ez számomra rossz lesz, akkor elkezdem nem elfogadni a helyzetet, és elkezdek ellene tenni. Mint ahogy pár évvel ezelőtt megnéztem a körülményeimet, és azt mondtam, hogy nekem ez nem tetszik, ezt el lehet fogadni, mert végül is van fedél a fejem felett, végül is van mit ennem, végül is akár hálás is lehetek, hogy élek, de úgy voltam vele, hogy nem, ez nekem nem elég. Mert hogyha ezen a szinten elvegetálok, akkor nincs értelme. És végül is megtaláltam azt az értelmet, hogy oké, akkor ezt a körülményt nem fogadom el, ezt a körülményt javítani akarom, minőségibbet akarok, jobbat akarok, többet akarok, szebbet akarok, drágábbat, nagyobbat. És elkezdtem azért harcolni, és elkezdtem azért tenni, és azért célirányosan vezetni az életem, hogy kitörjek abból, amire azt mondtam, hogy ez nem jó. Nekem ez nem jó, és ezt nem fogadom el. Szerintem nem ciki az embernek az életkörülményeivel elégedetlennek lennie. Nagyon jó kis mantra az, hogy örülnöd kell mindennek, meg hogy nézd meg másokat, másoknak enni sincs. Oké, de valószínűleg ők is elégedetlenek a körülményeikkel, és egyébként lehet, hogy ők nem annyira szerencsések, hogy ebből ki tudjanak törni, vagy lenne lehetőség ebből kitörni. Viszont, hogyha valamiért hálát kell adni, akkor én azért adok hálát, hogy nekem van lehetőségem, ha akarok, és hogyha kemény munkát rakok bele, akkor bizony van lehetőségem a körülményemet megváltoztatni. De azt viszont abszolút elfogadom, és abszolút tiszteletben tartom, hogyha az embereknek más-más igényszintjük van a saját környezetére. Én teljesen elfogadom, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem jó ez, meg én hálás vagyok érte, meg nem akarok ennél többet, sőt, úristen, már ez is túlzás. Például akiket abszolút nem tudok elviselni, azok az alkoholisták és a nagyon részeg emberek. Nem tudom miért, valószínűleg azért, mert nem nagyon szoktam inni. És nem tudom őket kezelni. Szóval az elfogadás igazából azért is fontos tud lenni, mert az embereknek vannak érzelmeik. Mindenkinek. Nekem is, neked is, neki is, másoknak is. Mindenkinek van szarnapja, amikor túlreagál dolgokat, amikor kicsit a jelleme átmegy majdnem tűrhetetlenbe. Aztán vannak jó napjai, amikor viszont már annyira boldog, hogy már így mindenkit idegesít, hogy Jézusom, de miért vagy ilyen húra optimista? Egy ezért érdemes ezt a thresholdot, ezt a tolerance szintet egy picit kijebb tolni, és két rossz dolgot tudsz elkövetni. Vagy hogy azt hiszed, hogy a világ körülötted forog, vagy az, hogy te forogsz magad körül. De ha része vagy, és azt várod el, amit adsz, akkor nincs mitől félni. Jó, de a hülyéktől. A világ így szép, a világ így színes, és az a király, mert a monokróm az túlművészi. Az, és mindig ilyen undorító, depressziós háttérzene van hozzá, szóval jó, mondjuk Oscar gyanús, de come on, és legyetek jók, ha tudtok.